Egy valamit garantálok önöknek, hogy az én lelkiismeretemen nem fog az száradni, hogy olyan jelölt legyen a közös ellenzéki miniszterelnök jelölt, aki Orbán Viktort nem tudja leváltani. Ugyanakkor számomra ugyanilyen fontos az is, hogy mindent tegyünk meg közös felelősséggel azért, hogy 2022-ben tényleg váltsuk le ezt az 1000 éves történelmünk legkorruptabb kormányát. Márki-Zay Péter az előválasztás után először tárgyalt Karácsony Gergellyel. Ezt követően kiállt a sajtó elé és válaszolt a kérdéseinkre. A legfontosabb téma természetesen az volt, hogy visszalépnek egymás sevára a főpolgármesterrel. A Karácsony Gergellyel is több órás hosszas tárgyalást, beszélgetést folytattunk, és egyetértünk abban, és mondhatom, hogy megállapodtunk abban, hogy kettünk csak együtt mehet tovább. Ebben a következő második fordulóban miniszterelnök jelölt és miniszterelnök helyettes jelöltként egy közös csapatban szeretnénk meggyőzni a magyar választópolgárokat arról, hogy Orbán Viktor legesélyesebb kihívójára szavazzanak. Amiben nyilvánvalóan nem értünk egyet, és ez a következő egy hétnek a tárgyalásainak lesz majd a témája, az az, hogy melyikünk mögé sorakozna föl nagyobb arányban a magyar választópolgárok minden nagyobb száma, tömege. Ha jól értem, nincsen olyan forgatókönyv, hogy valamelyikőjük ne lépjen vissza, tehát ne egyezzenek. Ebben állapodtunk meg ma. Tehát ennyi eredménye volt ennek a beszélgetésnek, hogy azt egyikünk sem hajlandó bevállalni, hogy amiatt, hogy egy nagyon sokak által elutasított jelölt, vagy egy korábbi politikai tapasztalatok miatt nem vállalható múlt útjában álljon Orbán Viktor leváltásának. DK-sok már is kritizálják egyébként az önök egyezkedését, mondván, hogy ez a demokratikus választásnak szűkíti a lehetőségeit, és az emberek ugye mindenkülsebb jelölt közül fognak tudni választani, annál kevésbé demokratikus a verseny. Ezt a kritikát nem hallottam akkor, amikor a DK és a Jobbik megegyezett egymás jelöltjének visszaléptetéséről. Azt az én lelkiismeretem sem fogja elviselni, de úgy gondolom, hogy Karácsony Gergely sem, hogy a mi egymás elleni indulásunkkal egy Orbán Viktor leváltására esélytelen, vagy legkevésbé esélyes jelöltet hozzunk közös ellenzéki pozícióba. Biztos, hogy nagyon sokan csalódottak lesznek, ha visszalépek, és nagyon sokan csalódottak lesznek, ha nem. Ezt a mai nap is fölmértem, tehát mondom, az én hozzám befutott reakcióknak a többsége egyébként azt mondja, hogy ne lépjek vissza, de egy nagyon tekintélyes emberekből álló kisebbsége viszont a könyörök, hogy állapodjunk meg. Én természetesen abban reménykedem, hogy sikerül meggyőzni Karácsony Gergelyt. Egy biztos, hogy elvtelen alkukat nem fogunk kötni, hogy én azokat az embereket, akik engem nem csak a 2010 utáni, de a 2010 előtti korrupció elszámoltatásáért és felszámolásáért támogatnak, ezeket az embereket nem fogom cserben hagyni. Természetesen mind a ketten meg vagyunk győződve a saját igazunkról, és próbáljuk a másik felet meggyőzni, de az országért érzett felelősség mégis azt mondatja velem is, amit Karácsony Gergellyel, hogy nekünk ebben a versenyben, az ország érdekében nagyon sok különbség. Azt is elmondtam, hogy vannak olyan kérdések, amiben én Dobrev Klárával értek egyet. Éppen hármat meg is neveztem a héten a sajtóban. De ezekben a kérdésekben az egyetértés az egyrészt megszülhető Karácsony Gergellyel is, a kompromisszum mindenképpen. Másrészt független attól, hogy Dobrev Klárának igazam van vagy nem, Gyurcsány Ferenc személye miatt akár Dobrev Klárának a neve is elég ahhoz, hogy több százezer szavazó a Fideszre húzza inkább az X-et, mint az ellenzékre. A Fidesz legújabb reklámjában, a legújabb Gyurcsány sors reklámban, látom, hogy el is tudja, hogy miről van szó, önt statisztaként jellemzik. Mit szól ez a jelzőhöz? Hát nagyon érdekes az, hogy hirtelen a Fidesznek is fölkerültem a radarjára. Eddig a Gyurcsány showból föltűnően kihagytak engem. Nagyon kellemetlen a Fidesznek azt, hogy katolikus, nagycsaládos, konzervatív emberek sem tűrik a korrupciót. Ő számukra az egy alapvetés szokott lenni, hogy aki nem fideszes, az balliberális. Az én számomra az az alapvetés, hogy egy keresztény ember nem lop. Rólam Hollik István kétszer is kijelentette, hogy én azért nem nyerhetek, mert nem vagyok Gyurcsány embere. Hát képzeljék el azt a zavart, ami a fideszes erőtérben támadna, hogyha egy ő szerintük sem Gyurcsány emberével kellene Orbán Viktornak megmérkőzni, annak az Orbán Viktornak, akinek 11 év nem volt elég arra, hogy Gyurcsány Ferencet és kormányát elszámoltassa.